Most még javában folynak a munkálatok az egykori Bátori laktanya területén, ahol egy nagyszabású beruházás keretében korszerű közösségi teret alakítanak ki. Az önkormányzatnak ezzel egy régi terve valósul meg kormányzati támogatással. Ez egy vegyes dolog. Összesen 2,3 milliárd forint, de nem ez a terület, mert ez körülbelül 500 millió forintos beruházásból készült, hanem ebből valósult meg, vagy valósul meg éppen most épül a Tiszavasvári úti felüljárónak az északi szakasz, ami jön lefelé. Már lehet látni, hogy gyalogátkelő helyek, csomópontok kerültek kialakításra, ugye az egy elég veszélyes környék volt régen a gyalogos átmenő forgalom miatt és a lekanyarodások, kikanyarodások miatt, úgyhogy ez együtt 2,3 milliárd forint, de azt gondolom, hogy mellett, hogy az útfejlesztés is nagyon fontos, ez a közösség szempontjából az még fontosabb, hiszen itt ezen a részen már több ezer ember él, és költözik be folyamatosan. Ha valaki erre jár, akkor láthatja azt, hogy azért rengeteg új ház épül, és ez kell ide az embereknek, kell egy olyan terület, ahová gyerekeiket biztonságban el tudják engedni, és a gyerekek nyugodt környezetben, szinte idézőjelben falusias környezetben tudnak sportolni, tudnak szórakozni. A munkaterületet idén májusban adták át, a kivitelezés jelenleg 40%-os készültségnél tart. A sportolni vágyókat egy streetball, illetve futball vegyes használatú pálya, egy pingpongasztal, szabadtéri fitnesspark, valamint futó, illetve gyalogló kör várja. A gyerekek hamarosan kipróbálhatják a mászószobrot is, amelynek közelében két kutyafuttató csábítja a házi kedvenceket és gazdáikat. A közösségi téren épül egy korszerű mosdóépület, és már az utcabútorokat is elkezdték kihelyezni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy azért itt 260 darab fa kerül majd erültetésre, tehát lesz egy erős zöld rekultivációja a területnek. Nyilván ezt majd össze fogják itt a szakemberek behelyezni, elég meleg van még így nyárnak azért a vége felé közeledve, de itt fúrtak egy kutat is, öntözőrendszer lesz, mert öntözőrendszer nélkül már nem működik a területnek a zöld gyepesítése. Cserjék lesznek elültetve, számtalan cserje, hogy azért az emberek, hogyha ide kijönnek, akkor zöldbe legyenek. Már lehet látni, hogy ugye azért kősítányok vezetnek azért be erre a területre, itt egy kapun keresztül, ahol majd ez megközelíthető lesz, és nem igazából ez a közösségi tér. Én remélem azt, hogy ez azért tetszeni fog mindenkinek, és nagyon sokan fogják használni, hiszen ez tényleg, ahogy mondtam, közcélú terület lesz. Remélem a gyerekek ezt a pályát azért majd birtokba veszik, és jókat fognak focizni itt az elkövetkezendő időszakban. A térfigyelő kamerarendszerrel védett új közösségi teret várhatóan idén ősszel fogják átadni a lakosság számára.